Hello, hello mindenkinek, ami a helyzet, srácok. Na most meg kell keressünk valami tárgyat, szerintem itt a térképen. Most kaptam egy e-mailt legalábbis, na jó, persze a játék a GTA telefonon keresztül, nem igazából, de bár igazából annyit megkapok, hogy jaj, nem tudom, melyiket törjem ki, így hirtelen. Na, ez a lényegtelen. Na akkor sassuk meg, mit akarunk most csinálni. Azt az előbb kaptam egy e-mailt ettől a MAU, de annyira angolul nem nagyon tudok, köszönni a Hello Stranger, interest jó, Somi Bounty Hunting, köszönni a Hello Kemi Chavo, érdekel egy ilyen bounty és vadászat, valami ilyesmi. Tovább nem tudom, hogy mit akar mondani a MAU, de. Na, és még egyet kaptam, még egy e-mailt. Na, azt mondja, first bounty target. Na, lássuk. Hoppá, itt megjelenik nekem itt valami. Lehet valahogy egy pörgetni fele. Ki ez? Ki ez a tag? Te most komolyan, te ezt a tagot, mint hogyha is van. A tegnap a piacon, amikor voltam, őtet láttam, azt hiszem. Aha. Mizét tárolt, mi? Kukoricát, aha. Vagy lehet, hogy hasonlít rá, nem tudom. Hoppá, azt mondja, hogy le van tartóztatva, hogy mi van, hogy be kell menni a rendőrségre, ki kell szabadítani, hogy mi a fene. Hát, mindjárt kiderülsködök, hogy mégis mi lesz, hogy lesz. Én már marára kíváncsi vagyok erre a missionra, vagy mi a fene. Pedig lenne egyszerű és nagyszerű, gondolom. De ez most komolyan, ezt az illetőt, ebből az illetővel már találkoztam a tegnap. Lehet, hogy az ikertestőre volt, nem tudom. Na akkor ezt a csávót kell megtaláljuk. Lássuk, mit ír oda? Maude. Maude Sabatini. Na most, ott amíg ott. Na jó. Na lássuk, hol löktál nekem. Jó, nem lököd el a térkép másik felére. Egyem a kiszálladat. Uhú, jó, de milyen furcsa játszani, srácok. Na, hogy 3 napig nem léptem fel a GTM. Jó, de azért ténylegesen mostanában nagyon sok időt a szakítok rá a GTA-ra. Nem tudom miért, pedig nem lehet mondani, hogy fú, de milyen annyira izgalmas, vagy valamit, csak nem tudom, valamiért nagyon volt, igen. Nem azt tudom, hogy van nekem több, sok játékok, de azokon nem igazán játszok. Nem tudom, hogy miért. Szerintem a GTA hívás. Most például beadták ezt a nightclubos mit jutott azt, akkor most már tényleg én nem fog tudni leszakadni jó hamar. Így történjen fel. Én nem tudom. Gondoltam, hogy tartok ki jó szünetet legalább egy vagy 2 hétig. Ténylegesen. Nem azt mondom, hogy annyira unalmas játék, csak tudod, ez a minden nap, hát nem azt mondom, hogy el kell egy kis pihenő azért. Tjúha, itt kell legyen valahol a fickó, meg kell találni. Már hát csak, hogy ne kell ezt annyit kapizsgálni, rámegyünk, és akkor körülbelül itt kell legyen nekem. Itt pontosan, precízen. Jó. Elméletileg. Jó kell legyen. Today was the press. Kinova bomb targets is a new location search. Jó. Jó, mi meg is kell keresni. Egyem a szívét. Ezért sok pénzbe fog fájni neki. Nem volt olyan jó landolás. Hú, most bekerültem ebbe a hülye labirintusba. De szerintem jobban járok, hogyha hinném volna, hogy olyan kimászok. Na, mindenki mi?
Ugye bár úgy is tudunk átmenni ezen a sűrűn, mert mintha tiszta beton lapból lenne. Na, mindegy, most már innen folytassuk tovább az utunkat. Ha kell lőni, akkor legyen kéz alap. Húha! Na, ő merre vagy aranyapám? Ahogy látjátok, megint egyedül vagyok ezen a sectionon. Ami tényleg jó, mert így legalább nem tudok bezavarni a játékos. Basszus, de megijesztett itt a fokabát. Mi a szart akkor? Látod, én nem csináltam semmit. Csak egy fejest. Csak neki. Ez már nem fájt. Többet nem fog fájni a feje. Szerintem. Na, hívjuk fel ezt a Santa kutyát. Ugyebár nem kell, mert úgyis kell legyeni valahol. Itt ez az anya szomorító. Szóval itt vagy? Állj meg, vándor! Elteszik a... Állj meg, vándor, ne szaladj! Nem úgy van, hogy te elképzeled, hogy elszökünk pont a gamer előtt. Az felejtsd el, tesó! Na-na! Hélo! Csat neki! Hagyja neki, ne sajnál, meg is a fáj! Ez az! Jó déjó lesz! Hopsz! Fel a kezekkel! Vagy lol, gamer! Most lőjön főbe! Hadd én csóró! Most az egyszer szerencsédom, tesó! Elértél, ne zavarjál már! Fesz! Stressz, idegesítel. Tudom, hogy ki kell agyam, megint totálisan tele vagyok. Mert ez haláli. Na, mit akarsz tenni, bátyú? Hú, basszus, de megérztet. Bemenjük a szekorosszerbe. Lejönk egy helikoptert. Hoppá, majd VR fogot indítottam. Hoftonyóf, te jó, megloplak. Csak gyere ide. Na, te hol vagysz, aranyapám? Hé, hát nem úgy van az, hát én nem szálltok egy patyautost. Hát én nem tudom, esküszöm, ez a szörnek patyázni. Nem elég, hogy megmentem a piszoros életük. Hanem itten elvárja, hogy ingyen fulikáztassa. Na már ne hogy a nyúl vinne a puskát és a vadásszal adjon. Nagyon viccet véletével. Lehet, hogy ennek ez a kis misiónak a része. Nem tudom. Lehet csak én nálam van így. Ugye valami rá se kerestem a YouTube-on az ilyesmiről, mégis úgy működik. De hát mindjárt kiderül. Kajak ez a belső nézett, ez imádom. Homin coffee shop. Jó, mert meg kéne tanulni, még így hatom, lángizrálva. Annyira még nem tudom, hogy már nem most mondanám, hogy lassan már belejöttem valami, de hát valami késik. Nem múlik valami, azt hiszem ez a közmondás. Jó, de jó lenne kipróbálni ezt a Ghost Recon-t. Meg van már lassan 2-3 hete, igaz, kaptam egy Gold Edition-ben. Köszönöm szépen. Az is jó, meg későben ütközünk. Amúgy ezt a Ghost Recon-t kaptam egy nem tudom, hogy mindjárt rajongó, nem rajongó, vagy mit tudom én. A kis csajcinak megvan neki eredetiben, mi általában sokat szoktunk úgy beszélgetni. Persze én magam partiú vagy, na, mások ne nagyon jöjjenek be, mert megkért, hogy. Most így elbeszélgettünk. A csel az, hogy
kérdezik elkét a pillanat, hogy Cimemátuszról mondta, hogy meg akar lepni valamivel, mondtam neki, remélem, hogy nem küldök semmi hülyeséget, mert visszaküldöm a feladónak. Na, visszapérek. Na, mi van, jössz utána, maradj apám. Miért, mit akarsz? Nem volt semmit. Mi az az ember? Ide kellett jönni. Igen, itt kikerülsek meg kell ölni valakit, vagy mi a fene. Na te, azt mondja Bonti Complete. És kaptam +10 000 dollár, ennyi volt az egész. Na nem mondod. Ennyi volt az egész, jé, van itt egy fegyó, egy suti. Na jó, és akkor most én komi van? Jaj, most kaptam egy üzit, ettől a Madla, mit tudom, hogy milyen neve, már kezd idegesíteni a neve. De szerintem ezt a csávót, akit majdnem halálra vertem, aki velünk itt állít, ezt haza kellett szállítsam. Hát ez hülye, hát én nem vagyok én taxis. Haza szállítsak, vagy inkább nem mondok, inkább erre semmit, inkább jobb hallgatok. Csúnya nem szeretek beszélni. Na lássuk, merre is van, merre is, hogy mit kell itt keressek. Ja, még semmit. Na, lássuk meg itt, mit. Azt mondja, God War, te capture, I hope your place of the reward, emerald, absolution. Jó, oké, tevel meg vagyok. Ja, ez a Lester a Santa kutya. Azt mondja, itt van az e-mailemben. The Gamer From, hát most nem küldünk senkinek semmit. Nem tudom, te vajon ezúttal ennyi volt a mission, vagy mi van ilyenkor, nem, én nem érteni jól. De hát mindjárt kiderül, srácok, hogy mi a helyzet. Na, visszatérve a kis csajcról. A csajcot úgy hívják, hogy Fanny, Loper Fanny, hogy ugyebár van hozzászólás a videóimmal, ami tényleg nem azt mondom, hogy jaj, de jó vagy rossz, de jól esik, hogy hozzászól egy két dologhoz, ami szívén a száján ténylegesen. Na, visszatérve a csomagos srácok, hogy mondtam neki, hogy ne küldjön valami hülyeséget, mert azt mondja, én nem, de én mondom, én visszaküldöm. De viszont, amikor megjött a postás, nagyon meglepődtem, ugyebár jó nagy doboz volt, azt közben megnézem, nem tudtam elképzelni, mi a fel van itt. És amikor jobban kicsomagoltam és láttam a játékot, hát mondom, ez állatértő, mondom, ezt mire kaptam, hát én még ebben még nem tudok játszani, de így jártam, hát én nem tudom. Majd rá egy-két, azt hiszem rá két nap után följött, azt akkor meg elkezdtem mondani, hogy mit csinálsz, miért küldtél neki milyen egészséget. Hopsz, megint kaptam valamit. Azt válaszolta, hogy majd szeretne, hogyha majd játszódjunk együtt, nem csak a GTA-ban, hanem Ghostod. Hát jól mondom, nem tudok játszolni, hát mondom, tök hülye vagyok ebben a játékban, igaz, az egyszer leszettem a izénnel. Na, ki ez a Maurizio Mastroianni? Ezt is meg kell gyepelni, meg kell ölni, vagy mi a fene. Azt mondja, hey, how do Antonio, jó, Sziblő, jól, mit tudom én, azt mondja, menjek a GP és lementi, ha te, nem tudom. Lehet, hogy ki fogok körülni, de én az angol tudásommal egy a, nem tudom ezt, szóval nem tudom, annyira nem vagyok képben, gondoltam, hogy megtanulok. De viszont annak ide, amikor még sulisztom srácok, akkor tanult, bár nem is tanultam, akkor angol még francia, de viszont olyan tanárunk volt, hogy elég volt olvasni, akkor kaptunk kegyet. Hát ki gondolta, hogy valamikor az életben még
használni fogom tudni. Na, a történet mindjárt véget ér az izének a... erről a Fanniról. Mondtam neki, mondtam, mi van, mondom, nem tudom, asszonya, hogy ne baj, majd lassan belevök, mert elv is így meg, hogy hát mondom, ez szője, mondom. Na mindegy. Ugyebár én leszettem még a demo verzióját, azt hiszem csináltam egy két videót róla, most valahogy nem igazán jött be nekem a játék, és na hát idővel megszeretem. Na tudod mit? Na most véget ér majd a videó, na akkor beteszem a lemezt, és akkor megpróbálok vele játszani, hát ha elnyeri tetszésemet. Mert én nagyon remélem, hogy minden oké lesz, pedig nem. Van neki pár haverok fent, akik teljesen nyomják a Ghost Recon-t, ha nem gondolok, nem mondok neveket, nem az, hogy szégyellem, vagy valamit, csak na. Most hiába mondok neveket, biztos nem ismertek senkit sem. Van, amikor így a videó, a haverokkal is szoktunk így, szóval amikor így videózok, akkor benne látszanak a haverok is így a háttérben, vagy valahol, vagy segítenek valamit csinálni. De valaki azt írta nekem, hogy miért nem csinálnak videót arról, hogy hogy kell szápizni a bunkert és azért, hát a motoros klovatoton, neki ne hülyeskedjél már, tudom, hogy úgy. Na most én hiába megmutatom, mondjuk, hogy felveszem, és akkor nem azt tudom mondani, hogy az embereket ez nem érdeklik hozzá. Mondom, ez tiszta unalmas. Elmész, utána kileved, visszamész. Nagyon unalmas az egész. Figyelj már, ez nem buli. De mondom, inkább felveszek, amit úgy, és amit érdekesnek találom, és akkor úgy felveszem. Nem az szobban millió-millió és ezért vannak fent a YouTube-on ténylegesen, hogy kell száprézni, mit kell csinálni, és a többi, etc. De azért mondjuk én nekem a videózás kapcsolatban én úgy szeretem, amikor látok valami újdonságot és amit még nem tudok, hogy nem akarom csinálni, akkor azt megcsináljuk együtt. Mármint egy kíváncsiságból, ami van, hogy van. Na, olyan ezt a Mauriciót, vagy hogy hívják ezt a tagot. Ah, itt van is, itt van Nie. Mi van, bátyú? Gyere! Kóstold meg az öklőmet, erre! Lesz aranyapám, nesze! Egy kis csihé, puhé. Te jössz baseball ötőre? Én még jövök el, lássuk, mennyire vette nagy vagány. Fel a kezdékkel. Hát most tölje meg, szerencsétlen. Oh shit. Már remélem nem káromkodtál madok a szádra. Fogadjunk, hogy ez is fog követni igemet. Itt a szaranyapám is tőlem. Na, ott egy kicsit homlokon csesznőnek, lássam, hogy fel tudsz kérni utána. Jó, de megvan még itt a helim. Na ne! Remélem, hogy nem szed be a nyapám. Vagy mégis? Hát mi vagyok itt neked a nyapám? Fuvaros? Én foglak benteket fuvarozni egész éjjel. Hogy mi van? Nem értem. Igaz, hogy visszatérve a videózásra, vannak olyan pillanatok, hogy nem azt mondom, hogy fú, most nem akarok videózni mindent, de mondom, ilyeneket nem akarok így felvenni, mert nem azt mondom, hogy tök fölösleges, mert mindenki tudja ezeket, és akkor az én számomra
nem érdekel. Mondjuk én sem vagyok rá kíváncsi, hogy lássuk egy videós, vagy több videóst, hogy hogy szápézik fel, és akkor utána azt, hogy köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, és akkor csókoltatom mondjuk még aput is, azt akkor ennyi volt az egész. Na én úgy vagyok vele, valami érdekel és érdekesnek tűnök, akkor így felveszem. Amúgy volt olyan is, hogy egy hónapig nem töltöttem fel videókat, nem azt mondom, lett volna miről, de viszont mostanában tényleg 12 óra azok fáradtam a melóban, azt akkor meg valahogy nem nagyon van úgy hangulatom, hogy videózzak. Most utoljára is, amikor megvettem a Line Clubot, alig vártam, hogy érek haza a melóból, hamar letusoltam, sorrendbe tettem magamat, és akkor még pikpak nekiültem, a bánya fene, sikerül, ahogy sikerül, nem érdekel, azt akkor annyira fél, hogy nekem tetszedjen. Persze, mindenkinek is. Most ne vegyétek rossz néven ezt, de azért... amikor másnap visszahallgattam egy szét, hogy hogy beszéltem, milyen hangom volt, akkor jó, de milyen furinem. A szívem szerint letöröltem volna a videó, de viszont elmondom, adjam még egy kicsit azt, majd meglátom, mi a helyzet azt. Na, kérem szépen, megérkeztünk ide. Remélem, hogy már több helyre nem kell menni, mert már kezdem unni. Most nem azért kapcsoltam be a GTA-t, hogy furikáztassam egész éjjel, vagy egész nap ezeket a moglikat. Na, megint 10 000. Hú, hát ez haláli. Ugye, hogyha kíváncsi lennétek a kis Fanniról, hogy a profiljára, mármint a nevére, bocs srácok, ezt kihagyom, ezt nem árulom el nektek. Nem azt mondom, hogy... Jaj, nem most akkor nem akarom, de viszont hiába mondjuk megmondanám, nem hiszem, hogy el fogja fogadni a felkérést. Olyan kis uncutka azért. Na lássam még egyszer, mit akar ez a Maudla Lule, vagy mi a fenn, azt mondja, tökre pöpulled, mit tudom én, mi. Ennyi, mindjárt megint jön az üzenet. Na lássam mégis, mit akar. De úgy, ez a Fanni elég rendes azért, bírom a fejt, van amikor egész hír, amikor így játszunk azt, akkor egy csomót lerajogjuk minden hülyességgel. De azért a GTA-ban elég ügyes azért így az öldöklésben azért. Mi nem jött ez a hülye fránya a műtyűr? Á, de hogy még nem jött, de azért nem tudom, mivel üssük még el az időt. Ja igen, általában van egy olyan szokásom, amikor bejelentkezek a GTA-ba, akkor csinálok. Szoktam csinálni egy ilyen VH4-ot, ezt a Howlidge-ot. Tényleg nagyon jó. Csak előszálltad a kamiont A és a B pont között, szóval pikpak 1-2 meg vagy. De viszont én az éve szoktam használni az mobil operations, hogy mindjárt neki azt a kamionját, mert pláne full sessionben, hogyha viszed, akkor a sima kamion se perc alatt viszed neki, és akkor a pikpak elveszik a lábből, és akkor annyi. Hamar a mobil operation se perc alatt leszállítottad, és sokszor, amikor jöttek támadni, azt akkor nem igaz, bevallom, hogy kétszer sikerült eddig elvegyik tőlem a csomagot, de akkor még okosabb voltam náluk,
kiléptem a sectionből, és akkor pof neki, anyjam is meg, és nem tudtak leszállítani ők se. Na. Na, de jó. Épp akartam mondani valamit. Megint kaptunk egy üzenetet ettől a Maudlami, tudom én kitől, a Red asszonya, hogy ettől a meg kell keresni ezt a jakuzát. Gondolom, hogy nem kell megint elmenjünk egész alapotya falvára. Á, de hogy mi az, mint hogyha hú, még el kell adjam még visszatni a klubot. Abban is van már 1 millió, hú, 1 millió 300 valamennyi, vagy 400 körül volt a tegnap, vagy tegnap előtt a Kerstunk fér. De azért olyan sokszor, amikor így unom a GTA-t, akkor nem tudom, hogy mindig miért játszom ezt, tehát ténylegesen még magam se tudom. Hát valamiért leköt. Jó lenne már játszani mást is, nem csak a GTA-t azért. Például ott van én nekem a Farming Simulator, fú, ha volt olyan helyzet, amikor én megvettem, és körülbelül egy hónapig nem játszottam a GTA-t, amikor megkapcsoltam a GTA-t, és azt se tudtam, hogy mi merre, mint egy kezdő, mint egy hát, fú, de furul srácok. Ha igen, mert más a billentyűzet, ott másképpen más a beállítások, mint a GTA-ba ténylegesen. Most, hogy ingyenes volt ez a Call of Duty, bár mégis a Black Ops 3-as, azt is toltam, de azért nem sokáig, nem most tudom, nem nagyon jön be nekem ezek a FPS játékok, jól mondom-e? Gondolom, igen. Ha meg nem, akkor bocsi. Szóval inkább úgy mondom, hogy a belső nézetben nézős játékok nem nagyon jönnek be nekem. Nem tudom miért, de lehet, hogy már még szoktam kevel a GTA-val, és akkor úgy azért el vagyok, meg vagyok. Itt a befőtt. Na lássuk, mi van a másik. Hú, egy kicsit lefáraszt ez a játékes, köszönöm. Aha, itt is vagy, aranyapám. Gyere csak ide, tegyük el a fegyót, mert na lássuk, ezzel mi van. Ne szaladj! Állj meg bátyuka, mert aki a szaladsz, annál rosszabb. És nem jött a szív szóból. Na várj csak ki, utolérlek én téged, hát, amit kapsz, az biztos a tiéd lesz. Hey, rupsz! Na, azt hiszed, én is olyan sportoló vagyok, mint te? Vagy mi a fene? Hát, hogy sem, ilyen nincsen. Mindig kell szaladni. Még szerencsére, hogy aki is karakterem jó kontiba van azért. Állj meg, azt mondtam, valaki fogja meg. Kap és sebbe rugasd, érte? Oh shit, mondhatod tesókkal, nesze. Figyelmeztetek, aranyapám. Állj meg, nesze. Adok neki, nem sajnálom. Felekezek el, kedves az életed. Oh my god, jól mondott tesó. A kis jakuzza. Na. Megint hívjam le ezt a bűzátot. Nem tudom, de azért nagyon sok mindenre fel tudom használni. Szóval minden missionben vagy csináltam, vagy doboz voltam, mindenre jó az a bazár ténylegesen. Ez még, amikor még elkezdtem a GTA-t, és 70, nem is tudom pontosan, mert hány a szinten voltam, amikor megkaptam elég jó kis opciósan, mert bármi 700, 800 vagy 800 dolcsér, az szép volt. Most arra még emlékszem, akkor még jobboztam egy csomót. Majd aztán nem kiesett jobbra-balra, akkor nem voltak
ezek a motoros klubok, még se a CEO, se a Nike klub, se a nem tudom én mi van még, így hirtelen. Csak így egyszerű jobok. És na jó, persze, nem azt tudom, akkor is helyszteltem, de na, nem sok sikerem, mert többi zékkel, még külföldiekkel, akik bejöttek, és voltak olyanok, hogy de majdnem vége volt a missionnek, azt akkor kiléptek. Mondom, ennek mi értelme volt. Rászántam majdnem egy fél óra hosszabb, és sikerül, azt akkor kilépsz. Hát mondom, ez indorító. Mozjának. Most akkor lassan megismerkedtem egy pár magyar srácokkal, és sikerült el végigtanulnom. Minden helyszteket, igaz? Utána még egyszer átnyomattam a sima helyszert. Yes, Domsday, vagy mi a fene, aztán kétszer vagy háromszor tartok ki, de nagyon jó. Az egyik srác felelkeztük a Domsday, de aztán félben maradt. Azt akkor annyi neki. De megérkeztünk. Na gyere, Yakuza, egyem a kis szátszalunádat. De azért érdekes, hogy mindig kell szállítgatni, hát ténylegesen nem tudom, ezek hülyék, nem vagy a kinézés. Adja meg nekem, ami jár, azt akkor csókolom. Ne járasson nekem, igen, meg vissza, mert nem baszodom ez a kis tüdezelés póltól, bármiben. Na, most még hamar jött ez a üzenet, azt mondja, oké, Shind, Share, te blond, screen your way, iszok egy sört. Nem semmit sem. Na lássuk, merre van. Körülbelül, fúha, megértem érkezett meg ez a fránya pont. Mondom, hogy nem behalok. Nem ilyen szomjon halok, tényleg olyan szomjas vagyok, hogy... De mondom néktek, hogy régebben nehezen lehetett szerezni pénzt azért, nem olyan könnyen, mint most ténylegesen. Most ezekkel az új motoros klubbal, CEO és a Nike klubbal, tényleg. De az, ami jó a Nike klubban, hogy nem kell csinálni szaplit, meg minden, ez magát termelődik, de tényleg. Hát ez halál, így külön nem kell vele foglalkozni. Na jó, persze, csak a popularitét azt kell néha csinálnom, de azért... ott is egy kis apró. Én is onnan is, akkor lassan összegyűlik. Nem tudom, azt hiszem, hogy a jövő héten után kijön az oppressor, az MK2-es. De én megmondom őszintén, de azt valahogy nem nagyon szeretem. Nem tudom miért, nem így első látásra. Van egy csatorna, ahol ténylegesen amit megígért, amit mutatott, mindig bejött. De most, hogy mi van, hogy nem tudom, de hát... kettes, hármas, elvisz. Na, mindjárt meg kell kapjuk még itt az... De azért tényleg volt milyen repülő jön, meg oppressor, meg nem tudom milyen ilyen... valamilyen kocsi, olyan undorító, nem tetszik nekem. Az is tudtál repülni egy kicsit, ha jól tudom. Más, amit itt ez azt mondja, oké, share the blunt, Ben send your keep on the golden work, give me, mit tudom én, mi. Hallom, mert fingom sincs, nagyjából tudom, hogy mit akar mondani, de nem vagyok benne biztos. Azt mondja, legyek nyugodt,
mindjárt fogja küldeni utána az utolsó üzenetet, és akkor véget ér ez a sok ceremónia. Na, lássuk akkor. Na és pont jókor azt a mindenit. Megint. Na szörnyű, hogy mutassa meg, hogy hol van eldugva az a... nem tudom mi. Ki ez valaki már megint? Na nem mondott komolyan. Hány helyre kell menjek, mert tényleg már kezd a bosszantani. Mindjárt beperelem ezt a GTA-t azért, hogy itt ellopja az összes napot. Ellopja a napjaimat itt ezekkel a szállításokkal. Kicsim, mert ez behalok rajta. Tehát tényleg annyit beszélek itt, hogy úgy kiszállt a szám, hogy ez halál, és én nem tudom. Új, itt most ott eszembe ott van a hűtőben a kis Jack Daniels, ami ugye olyan ilyen behozni, egy kicsit tudom megkóstolni. Hopp, hopp. Jól lehet volna lekérjem a hidrát. Na, most van tehát mindegy. Ott utálom ezt a hegyet megmászni, ugyebár átrepülni. Ha inkább az akkulátort kellett volna lehozzam. Azt is az akkulátor, azt egy kicsit nehezen, szóval nem azt mondom nehezen, de ritkán használom. Nem tudom miért. A Martin Dispatch is. Fúrsrácok volt egy olyan, hogy fent voltam, haverokkal persze segítünk egymásnak. Kész között most így az eladásban mi minden azt. Hú, volt egy olyan reggelem, hogy várj, mikor feküdtem le, fél négykor, és akkor hatkor kellett kelljek. Azt a mindenit úgy elaludtam, munkahelyen igaz, hogy el is késtem egy kicsit. Vagy legalább 10-15 perc, hát nem azt mondom, nem vészes, de amióta az eszemet tudom, nem igazán késtem el eddig. Na ne, figyelj, majd megvonálom a kerítést és kapok körözési szintet. Na nem mondok komolyan. Nos, az és az ott a próbálat minél hamarabb lefeküdni, de nem nagyon tudok. Állj! Így ijednek még azért, hogy na várj, itt van a kis brümmögő. Na jó, itt van ott a zsernyákok. Ezt tudod. Na most muszáj felhívjam ezért Lester bácsit. Na ugyebár Esztert. Nem Lester, hanem Esztert. A Santa kutya. Nem az le tudtam volna rázni, hol az egy csillaggal, de most nem volt kedvem. Na vajon, találhatom ezt az anya szomorított a másikat. Hú, ez egy kicsit nagyon... De vajon, hogy lehet? Maricio Esteban-i. Lehet, hogy őt hívják, csak úgy adtam neki nevet. Ó, micsoda drift, csé. Hopps! Ó, de jó, hogy este. Ilyen nincs, nem tanálom meg. Ahogy sem megtanál, mit adok én neki. És ő biztos, hogy nem. Jó.
Azt mondja, hogy találom ez a Bumpy Plus Kno Location Search hárja a film. Azt a rap, illetve hú, van ez a kis köcsög. Azt mondja, hogy az a... Tudom, milyen könnyen törnek az itt a kerítése. Te vagy az, akit én keresek. Nézzem már meg a ronda képét. Ja, ilyen majó, és akkor ilyen izés képe van. Aha. Azt a mindenit. Tényleg sem most az egyszer nem mutatja, hogy merre van. Most én kell rájöjjek, gondolom én. Jéj, Ganges, de rég láttalak. De rég beszéltünk. Utoljára, amikor fent voltam a sessionben, többiekkel együtt kikikeltek engem, mert nem tudom, hogy miért. Most azóta már van egy jó hónapja, nem másfél hónapja, nem domáltunk együtt. Amúgy én már nem is keresem a többieknek a társaságát, mert semmi értelme. Nem maradszok rájuk, csak valahogy nem ér, most már nem érzem azt, hogy, hogy együtt tudunk kell játszani. Amúgy máskülönben nagyon rosszul esett, hogy ki voltam lekül a sessionből. Na figyelj, lehet, hogy valami ok miatt lehet, ki tudja. Na, hogy én nem mondom azt, hogy jaj, na most akkor most mi van, ilyesmi, nem kérdezek rájuk. Kikikertek, ez van, így jártam. Mi gondolták, hogy nem lesz kivel játszódjak azért. Mi maradtak még elég jó spanyain, azért ténylegesen segítőkészek én minden. Másokat is lehet játszani, nem csak azokkal, akikkel mindig. Régebben mindig együtt toltuk a játékot. De figyelj, sajnálom, hogy ők így gondolkoznak, vagy legalábbis így el vannak. De azért a partit nem lehet elérni azért, mert mindig így elrejtőznek azért, hogy ne tud megtanálni őket. Az is egy kicsit szemétség dolog. Általában mindig úgy szoktam rájuk találni, hogy rájoinolok. És akkor úgy írom oda nekik, hello, stop party, meg ilyesmi, azt akkor, na, és akkor úgy. De tényleg ez a fickó hova tűnt el? Na várjál csak. Megtanálok, nem fogod én nekem ezt megköszönni, aranyapa. De nem tudom, hogy hol van itt. Azt mondja, elég jó van, this target lost Knov location search area film capture the target, hogy mi a fene. What the fuck, igen, tudom. Most összetével még egy picikét. Én már nem. Én most úgy vagyok vele, hogy fent van. Isten hírével most már mindenki, szóval. Ez van. Na lássuk csak, hogyha így. Fú, hol lehet az a dög? Hogyha elkapom. Na ezt nem fogom megköszönni csin.
na, na. Azt nem mondod, hogy itt van valahol. Akkor le is iszom magam. Csak nem máma. Na, akkor reggel nem fogok tudni fölkelni. De nem tudom, hogy hol van, mit esküszöm. De ezek úgy, ez úgy elrejtő ez a kicsim, hogy ez... haláli. Igen, majom van rajta, és akkor én kopaszos. Hogy tudom ezt elérni jobban, srácok? Nem tudjátok-e? Mondjuk erről jól lett volna nézek még videót, mielőtt belekezdek. De... na. Nem tudom, nem és nem tudom. Most mi van? De szaláli. Elkötöttünk egy ilyen kocsit. Na, azt hiszem már látom a kis bűnöst. Egyem a kis szívedet. Új lebukszolok. Itt mutatta nekem, igaz? Egy kicsit megpróbálok rájeszteni. Na, oda bírom. Rájesztek, és mindenki szalad itten. Jó, jó. Hát ez haláli, de ténylegesen nem tudom, hogy mi volt. Hát, nem lassan, még ilyen se volt, hogy ne tudja megtalálni ezt a kis kicsögött hívőjában mondta, finoman mondtam eddig. Na várjál, csak na tudod, ki fog itt szaladgálni abra balra hékkel, és akkor ide hívjuk az opresszort. Lehet a szemem, mindenki meg itt el fog szaladni. De most komolyan hittem, hogy nem lassan olyan kezek leizzad itten, hogy nem tudom, hogy hol lehet, esküszöm. Figyelj csak, hogyha én itt elrébb jövök. Figyelj, megint ott itt mutassa nekem a helyet. Lehet csak mi mellett azt, hogy itt van a fodrász. Itt a sarkon. Biztos ott áll, ezért kéregetni kis lóvét, ezt akkor nem vettem észre. Lehet hajléktalan az illető. Biztos vagyok benne, hogy olyan tízszer elmentem mellette, akkor... nem tudom. Hát ez haláli tényleg. Elméletileg itt kéne bent legyen, igaz? Nem lehet adni neki egy ilyen fejt, izét.
Itt ez valami. Ja, a story módba itt be lehet tartani ez itt a garázs. Szóval kinyílik a garázs. Ha jól tudom, ez nagyon rég volt, amikor ezt próbáltam. Jesus, jól mondod, aranyapám. Túlcsa, hogy ez az utolsó, hát az égemet mondjuk ki kész. Lehet fent van a tetőn, javissa, vagy mi azt az. Hoppá. Hoppá. Állj meg! Állj meg, tenni a szomorító! Hát ez kiporcant. Akkor nem ő volt. Azt a kutya minden. Nem tudom, a térkép szerint itt kell legyen, itt kell tartózkodjon az illető. Ha nem szaladt el, hogy én... Jééé, talán bebácsi. Hát ez nem igaz, srácok, hogy én ezt nem tudom elkapni. Azt hiszem lehetem a felvételt, hogy megtalálom, akkor vissza is jövök hozzá. Tehát nem kell messzire menjetek azért. Really? Ja, ne. Na most magamra hallgatottam ezeket a akrobátusokat. Ija, hát ez nem gyakorlás. Ajajaj, még egy helikopter is üldöz. Na, de nem sokkal. Na, de látom a felvételt. Mi megtalálom. Rátaláltam erre a kis műtyöröm, ha jó fél órája. Ezértem, hát annyit lekerestem, hát a csém, hát azt hittem, hogy lehalok rajta. Itt van egy bent. Az anya szomorító. Mondtam neked, öcsi, mondom, eltalál, összetaposlak. Csak csóta. Azt a rohadt. Né, ezt a kis gérmót. Aj, azt a kutya mindent. Na úgy, nem tudom, hogy még mennyi mission-t akar adni nekem. Nekem jó is legyen, nem az, hogy mit elégem, mert a feszjárat. No. Jaj, jaj, mindjárt. Lássak. Fú, majd lelkeltem a csinni ezt a kis területet, hogy még megtaláltam. Nem semmi. Na jó, persze, most nem is van szó, hogy húzom az időt, meg minden, csak én, úgy vagy úgy, én nyugodtan csinálom meg dolgokat. Gondolom, más videósok is ugyanak, hogy a pikpakommal lerövidítik még mindent. Hát ez van. Kinek a pap, né, valami ilyesmi. Na, mindjárt megint kell ezt kapjuk a üzenetet. Igen, azt mondja, a Dante spent your popular funeral, nem tudom én.
retrobate, mondjuk nem ért, tökre nem értettem semmit. Mindjárt kell kapnak megint egy üzenetet, hogy jó, Bruce Willis, hogy a békemet. De fűjjebb repülök. Hát nem hiszem, hogy az autót még valami mission igaz. Hogy hol tudom én ezt. Tehát, jó, még egyelőre még srácok, ez nem elérhető még. De mindjárt meg lesz. Tudjátok-e, hogy az a GTA olyan úgy tud, hogy csak de helyen hülyebbre alasztok. Komolyan mondom, de Craig-en mellom, aki a frasztat nem kezdve. Nem is tudom, hogy ez a videó milyen hosszúra sikeredett, vagy mennyire. Ha menjünk egy picivel, aki biztos volt lesz valamerre. Gondolom, ez a finálé lesz. Legalábbis én arra gondolok. Azt a mindent, ma nem bezuhant, majd csinál. Ups, ez az. Na és kacsony, megint kaptam egy győzített a MAU betű, vagy hogy hívják már. De remélem, hogy most már minden oké, és lesz az, szónya, hogy Anime Name List, The Sent Location, a Supli, The Wasser, Tate. Na nem mondod komolyan, hát. És köszönöm. Behalok rajta. Baj, jól mondom én, hogy reggelig ezt nem fogom még befejezni. Nem baj. Úgy csinálom, hogy főbe lövöm. Ilyen nehezen lehet megszerezni ezt a baltát. Itt figyelj már, hogyha tudtam volna, akkor ezt. Na nem mondott komolyan azt a mindenit. Megint keressem meg. Hát ez, figyelj már, ez játék igen, hogy meg kell szivatni. És köszönöm neked a te. Ilyen nincs, srácok. Hogy ennyire meg tudjam négyemet szivatni. Elhangozom, hogy jó. Egy lányzót kell keressünk itt. Így ha van helikopterrel, hamar meg is keressük. Jó van, tudom, mutassa élet, hogy ott kell legyen, de közben nincs is. Itt kell legyen valahol. Mindjárt följelenik az a kis piros kis mit. Óta nem szeretem az én keresgélős, úgyhogy komolyan mondom, hát az agyamra megy az ilyesmi, legalábbis. Figyelj már, hogyha én ezt tudom, hogy ezerre jár, mikor azt szobom, hogy inkább hagyom a fenébe.
legyen meg. Jó, arom, nem most én kollekciós. Jó. Most egy nő szemét kell megkeresnünk, és akkor azt a pikpak hamar meg is vagyunk, igaz? Mondjuk ezen a részen még nem voltam. Azt a mindenit. Két pasos van. Ez kell legyen. Hopsz, na látod, ez már meg is van. Csat neki? Mikor a két csöv verekedik, nézd ott, te csihé, puhé, adja neki neki, sajnál, mert téged sajnál. Ó, micsoda nagy véres. Na-na. Na gyere csaj, na még egy utolsó fuvar. Remélem, hogy ezt, na most már vége lesz ennek a mit-mitnek. Na már kezd már bosszantani, ide meg oda meg amoda, ténylegesen. De nem azt mondom, hogy rossz, csak annyi, hogy annyit kerkeltett jobbra-balra téged, hogy már a végén olyan, már unalmasnak, már unalmassá válik. Már tud, már nagyon megidegesít, annyira már nem tudna beszélni. Most jönk a Mauricióhoz, meg itt a házhoz, kapom megint 10 000 dolcsit. De jó ideje, már egyedül vagyok azért. De hát ugye miért megkiakasztottam a netet, mert nem tudom, hogy zavarni a külföldiek. Na kérem szépen. Na se perc szaladt. Remélem ez ott az utolsó küldi. Amit adott. A bounty komplett, megint 10 000 dolcsi. Nem azt tudom, a pénz még jól jön, csak van egy olyan hely, ezért, hogy azt tudom, hogy itt elég volt. Na, megkaptuk megint a üzenetet, a Maudlé, mit tudom én, hogy hívják ezt, a kis csaj. Na már túl. Jéjt, a térképen van valami sürkacok. Azt a mindenit, amely mondod komolyan, hogy még oda is el kell menni. De mi ez a helikopter? Jaj, közben ott jönnek a fokabátok, azt a kutya minden. A rendőrök. Végre már. Jé, nem kaptam RP-t tőlük, de jó. Na itt vajon mi lesz? Én kis arany, ezért kapunk itt egy kis dobozkát. Ó, de jó lesz, akkor talán leszünk pénzzel. Hol vagy, hol vagy, hol vagy? Kereslek, de nem találok. Gyere ide, úgy imádlak, jeje.
Nem is tudom, hogy kéne kelt ezt, de mindegy. Kell legyen fent a fedélzeten. Aha. Na nem mondod. Itt van az a kis doboz. Amit itt keresgéltünk. Na olyan, de olyan mi van benne. Nagyon kíváncsi vagyok azért. Gondolom ti is, nem? Vagy már tudjátok ezt? Na, nyissuk ki. Azt a kulla! Az igen, de jó néz ki. Nem, sőt. És megvan a headshot. Ha van, csak a playereket így fogom ütni keményen. Azt a mindenit. Ez nagyon király, srácok, ez király. Csihé, púhé, hát azt a... Na most akkor menjünk jönni izét, jó lenne playereket, most egyedül vagyok a sectionben. Addig megálltom a felvételt, és odaérek azt, akkor azt mondtam 20 emberkét meg kell ölnöm, és kapok még egy kis lóvét értük. Na srácok, beértünk ide a városba. És akkor itt nem fogjuk csinálni a feszkot egy kicsit. Itt fogunk majd jönni az NPC-ket. Amit kapunk majd érte, persze pénzt gondolom én. Úgy, hogy volt a revolver, az arany revolvernek. Én ide jövök volna a part. Körülbelül, itt szoktak lenni. Mondjuk. Aha. Na most, előveszem a kis csákányt. És akkor... Hú, azt a mindenet, mi ez? Ó, de belát a fejbe, láttad? Ó, micsoda! Ó, meg a látvány is mindjárt itt. Azt a mindenet, tényleg, hogy faj, de milyen furi mutat. És csak erre, hogy ezt nem lehet előtni, és akkor mindig visszajön, mint a bumerán. Hoppa, meg kell ölni 20 emberkét. Szóval az ilyen járói követően NPC-ket. És akkor fogunk kapni ott a pénzt. Oaj, az igen, hogy ő fejbe beállt, és akkor ugye egy lábával elnyomja. Csicsa. Azt a minden. Ez durva, srácok, ez nagyon durva, ez szinte nem betegés. Állj meg! Fú, micsoda hatás, szinte pedig láttak valamit. Tényleges. Miközben felveszem a pénzüket. Szerintem többet nem fogják már használni. De tényleg egy csapás és annyi nekik, figyelj már. Csú, de durva. Ezek a hülye rendőrök, hogyha nem zavarnának be, akkor az még edűs lenne nekem. Az igen, és akkor mi maradt még 5 emberkét megjöttalálszunk, meg skalpolunk, így hirtem el. Öcsi. Három csillagot beszereztünk magunknak közben, azt a mindenit. Állj meg, nem szaladj, és az enyém lesz rá.
Azt mondták. Hatchet Rampage, MBD Activated. Ó, ne nézzél, mert megjelent. Jordan and Fury látani, ez a ténylegesen köz. A lábi, nagyon jó. Hups, srácok, és kaptunk 250 ezer dollárt hozzá. Az igen, megcsináltuk ezt a is. A széjjel önök a rendelet inkább hívok el. Várj, hívjon fel a sánta kutyát. Elszökni se tudok, mert a nyakomon a helikopter nem minden állja. Ha, te akartok, ne szakass. Aj, de durva egy csinálni azért. Ja, valősz. Hi! Jaj! Jaj! Jaj, és milyen ingyen földobomat tartom, amal. Lester bácsi. Ez csalás. Szóval kilőttek ezek a hülye mocskos rendőrök. Azt a kutya mindenit. Na hát, srácok, látottátok, hogy milyen mission-ök vannak, szóval milyen volt ez a headshot-es, vagy ez a baltás mityűr, de azért tényleg olyan furi volt, furi. De azért volt-e az utolsó előtt egy olyan mission, hogy alig tudtam megkeresni, majd megy jó fél órát, hogy köszönöttem, még észrevettem, közben látottam a felvételt, de amúgy fél, hogy sikerült még minden. Szerintem nem tudom, mennyire megy az a videó, fogalmam sincs, nem is figyeltem az órát, hogy na, mikor indítottam el, de azért, na, remélem, hogy jól sikerült, igaz, srácok, igaz, egy kicsit utazgatunk jobbra-balra, közben csacsogtunk is, eltelt az idő, minden. Na jó, fiúk és lányok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett az a kis egyszer és nagyszer a videó. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, ha nem tetszett, ugyanúgy szintén egy lájkot, hogy tényleg csak hogyha akartok, ez nem kötelező, tudjátok-e. Na jó, még egyszer elköszönöm, köszönöm szépen a figyelmet, lehettek jók, csak hogyha tudtok, addig is legközelebb viszontlátásra. Na, sziasztok! Ez az csája, ami a neki jött az úton. Ez, szuper. Na, de szerintem elég jó sikerült egy kicsit hosszú. Ott egy moci. Lefel a motorról. A törvény nevében lefullalom az én járművét. mindjárt kapok egy szép bounty-t a fejemre, ugyebár. Az is egy ilyen plusz mit nekem. Kis pénz. Azt ez. Na jó, na még egyszer elköszönök. Nem is tudtad el, de most tényleg ott a jelen. Mondom, hogy kapok egy bounty-t, meg figyelj már. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit rakott rám a fejemre. Na. Jó, fuck it on the room. 7000? Ez ajándék. Ugyebár most úgy sincs senki se a section-on, hogy tudja levenni a fejemről. Nem tudom, pedig nem volt egy olyan érzésem, hogy jaj, hogy kapok. Hát csak úgy passzívom, csak passzívom mondom, hogy igen. De úgy látszik, hogy bekövetkezek. Amúgy mindig jól jön mindenki is apró. Na jó, ténylegesen még egyszer elköszönök tőletek, köszönöm szépen a figyelmet, addig is lehetek jó, csak úgyha tudtok. Na, sziasztok!